A mostani 5 napos táborra az első összetartásnál is többen jelentkeztek, valamennyi korcsoportban népes mezőny jött össze. A gyerekek napi 2 edzésen vesznek részt, melyeken a technikai képzés mellett a játékosságot is szem előtt tartják a trénerek. Szerda délután például rövid időre börtönbe is kerülhettek a gyerekek. 3-at át kell ütni, és ha nem ütünk át 3-at, akkor megyünk a börtönbe. És ha valaki átüt 3-at, akkor kibírja szabadítani. És ha bent van például 5 ember a börtönbe, akkor én mindenkinek adok egy pacsit, és kiszabadít. Kiszabadítom őket. A mezőnyben vannak, akik csak most ismerkednek a tenisszel, de olyanokkal is lehetett találkozni, akik az elmúlt időszakban már versenyeken is sikeresen szerepeltek. Siófokon voltam régiós verseny, ami annyit jelent, hogy az ország föl van osztva régiókra, és azon belül jönnek ugye versenyzők. Természetesen az edzők keresik a felbukkanó tehetségeket, még ha nem is mindig megy gördülékenyen a klubhoz történő felvételük. Egyre nagyobb problémát jelent, hogy nincs olyan szakosztályi edzőnk, aki főállásba tudná ezt csinálni. Folyamatosan vannak a visszamondások, hogy nem tudunk annyi gyereket ellátni, ahányan jelentkeznek. Tehát most azt hiszem olyan népszerűsítésnek lehetünk a tanúi, hogy teniszezni szeretnének. A tábor pénteken a szokásoknak megfelelően egy házi versennyel zárul, ahol egymás közt játszanak mérkőzéseket a gyerekek. A tábort követően pedig a gyerekek a megszokott edzéskörülmények között készülnek tovább.